Cserpalkovics András ünnepi megemlékezése mellett a Királyi Napok programsorozat keretein belül nyitották meg szombat délelőtt az osszáriumot. Ahogy a polgármester fogalmazott, évről évre ez a nemzet történelmi fővárosának az egyik legszebb időszaka, amely lehetőséget teremt arra, hogy megállva Szent István vagy éppen Szent Imre sírja előtt emlékezzünk vissza az egykor itt élő és dolgozó polgárokra, akik nélkül ma nem ünnepelhetnénk, nem elfeledve azt, hogy Szent István mikre mondott. Igent. Igent mondott arra, hogy a magyar magyar legyen, hogy állammá tudjunk szerveződni, és ez az állam éljen aztán túl sorsviharokat. A magyar nemzetre, Magyarországra mondott igent. De igent mondott Európára is. Mire? A keresztény Európára. Ő ehhez az Európához csatlakoztatta a magyarságot, a magyar nemzetet, és gondoskodott arról, hogy így maradjunk fenn. A tiszteletadás mellett fontos végig gondolnunk, hogy a ma embereként ehhez az örökséghez mivel tudunk hozzájárulni. Mindehhez legyen példaértékű számunkra az örökül maradt összefogás ereje, szóljanak ezek a napok arról is, hogy képesek vagyunk összekapaszkodni, hitettéve erősíteni és építeni ezt a várost, fogalmazott a polgármester, aki arra is emlékeztetett, hogy ez a hely többet érdemel annál, mint amit az elmúlt századok okán itt ma láthatunk. Egészen biztos, hogy ismerjük ennek a helynek a történelmi jelentőségét. Hiszen ez a hely két dolgot is üzen nekünk. Hosszú időn keresztül ez a magyar államiság és természetesen a keresztény Magyarország központja és bölcsője volt. Miért mondhatjuk ezt? Hiszen a király koronázás az nem volt más, mint az akkori államszervezet legfontosabb döntése és legfontosabb egyházi, szakrális és természetesen állami aktusa. A főhatalom megszemélyesítése. Itt ezen a helyen. Amikor tehát akár Istvánra emlékezünk, akár utódaira, azt ebben a hazában itt tehetjük meg a legméltóbb módon. Az ünnepi megemlékezés zárásaként Cserpalkovics András kiemelte, fontos, hogy ennek a nemzetnek ne csak múltja, jelene, hanem jövője is lehessen. A királyaink és királynéink földi maradványait őrző csöndkamra augusztus 23-áig ingyenesen látogatható minden nap 9 és este 8 óra között.